Kis csoportos munka folyik a Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István technikumának 9. osztályában. Az osztály egyik fele épp gazdasággal kapcsolatos memóriakártyákat készít. Egyiken egy fogalom, párján a magyarázata áll majd. Ilyen játékos formában könnyebben tanulják meg a diákok például a közösségi szükséglet fogalmát. A szakképzés átalakulásával a gyakorlatorientált oktatás került előtérbe, ami arra készteti a tanárokat is, hogy összefogjanak. A szakképzés átalakulásával egy olyan új projektalapú oktatás kerül előtérbe, amelyet a közismereti tantárgyaknak is erőteljesen meg kell támogatniuk. Ez egy olyan oktatási rendszer, vagy egy olyan új oktatási mód, ahol egy igazán gyakorlatorientált tevékenységet helyezünk előtérbe. A közismeret ott tud bekapcsolódni ebbe az egész projektbe, hogy a különböző témákhoz egy-egy terület nyújt segítőkezet. Így például egy gazdasági téma, egy gazdasági alapú projekt elképzelhetetlen matematikai összefüggések nélkül, vagy történelmi alapismeretek nélkül, vagy egy logisztikai projekt, akár a nyelvismerettel, egy turisztikai projekt az idegen nyelvekkel kapcsolódik össze természetszerűen. A digitális kompetencia, másrészt ugye hát az informatika ugye elengedhetetlen ebben az időszakban már, elképzelhetetlen enélkül az oktatás, és igazából, mint magyar szakos tanár azt gondolom, hogy hát a szövegértést kell igazából nagyon-nagyon-nagyon hangsúlyozni, hiszen minden területen szükség van a szövegértésre, enélkül egyszerűen nem is működik semmi. Azt tapasztaljuk, hogy a diákok szeretik ezt az újfajta oktatást. A tanároknak nyilvánvalóan egy teljesen új gondolkodásmódot kell magukévá tenni, egy teljesen új módszertant kell kialakítaniuk, és meg kell újulnunk. És hát ami a legfontosabb, hogy nagyon nagy együttműködésre van szükségünk. Mert hogy a gazdasági témához ugyanúgy kapcsolódnom kell nekem, mint magyar szakos, hogyha arra kér az adott kollega, a törisnek, a matekosnak ugyanúgy meg kell találni azokat a kapcsolódási pontokat, ahol segíthet abban, hogy ezeket a projekteket előrébb tudjuk vinni, és a gyerekek élvezhessék. Volt Pesten egy továbbképzés, ahol két kollégánk is részt vett, és ők próbálták, vagy ők adták tovább az ottani hasznos tapasztalatokat. Ott nagyon sok hasznos információval vértezték fel őket. Ők igyekeztek ezeket mindent maximálisan átadni. Mi pedig tanuljuk ezt az új módszert, és igyekszünk lehető legjobb tudásunk szerint ebben tevékenykedni. A hagyományos oktatási módszereket el kell felejteni, mondja a tanárnő, hiszen ezek a diákok már teljesen más gondolkodásmóddal rendelkeznek. A diákok élvezik a tanárok elmondása szerint. Azt gondolom, hogy az általános iskolában azért nagyon sokszor megszokhatták azt, hogy a csoportmunka, az alkotó tevékenység az előtérben volt, és hát itt is el kell ugye felejteni azokat a hagyományos oktatási módszereket, amelyek eddig talán még voltak, és át kell ülnünk egy olyan módszerre, amit ezek a diákok igényelnek, mert ugye megváltozott már az ő igényük is. Egy teljesen más gondolkodásmóddal rendelkeznek, igénylik a tevékenykedtetést, igénylik a gyakorlatiasságot. Itt már nem arról van szó, hogy a mi fejünkből áttöltsük az ő fejükbe a tudást, hanem arról van szó, hogy gyakorlatban mutassuk meg nekik, hogy mit is jelent, és legyen egy termék, amit ott meg tudnak fogni majd a projekt végén. A tanárok is nagy feladat előtt állnak, hiszen ezt még nekik is tanulni kell. Feketéné Földesi Judit azt mondja, egyelőre úgy tűnik, bevált az új oktatási rendszer, de idővel a tanárok is ügyesednek, és a módszer is egyre hatékonyabbá válik majd.